Pöccentjű mindenkinek, csókolom. Na, kicsit lassan indultunk el, mert természetesen egy Windows frissítés akkor cseszi el a képernyőkezelést, amikor már mennie kéne a streamnek, de hát szarni bele. Na, az van, hogy ma mindjárt szépen elkezdünk egy olyan dalt írni, amit igazából onnan jött az ötlet, ezt egyszer már elkezdtem agyalni rajta, aztán akkor félbehagytam, de valamelyik nap elmentem vásárolni, és ugye a vásárláskor természetesen mindig ilyen liftzene megy, tudjátok, ezek az ilyen boldogságos slágerek, és akkor ugye vásárol az ember, nem is nagyon figyeli, hogy mi megy, és akkor így jövök ki, és így dúdolom, because I'm happy, mit csinálok? És borzalmas, tehát tudod, ez az erőltetetten boldog nóta, amitől hülyét tudok kapni. És akkor azt mondom, hogy jó, ezt a projektet, ezt elő fogjuk szedni, és ezt meg fogjuk csinálni, mert hogy ez borzalom. Jó van, szól is a mindenféle, ez csodálatos. Szóval, hogy alapvetően egyrészt onnan hazajöttem, és akkor azonnal emlékszem, hogy elkezdtem Type-O Negatívot hallgatni. Nem tudom, hogy a Type-O Negatív kinek van meg. Gyakorlatilag szerintem a depressziós zenék királya. A Type-O Negatív szerencsétlen énekes basszusgitáros Peter Steele ugye pár éve távozott is az örök vadászmezőre, nem feltétlenül azért már, hogy mennyire überdepi volt. Szerintem egy csodálatos emberke volt, viszont körülbelül úgy élt, mint hogyha már maga lenne az apokalipszis, aztán akkor meg is lett a böjtje a dolognak. Na minden esetre, magyarországi vírus helyzetben Type Operatív, Jézusom, akró még csak most jötté. Na, szóval az van, hogy egyszerűen kell az, hogy ebből a happy nótából depit csináljunk, és éppen ezért egy, hát ugye, várjál, megmutatom ugye az eredetiét a dolognak, hogy mindenkinek tiszta legyen, és aztán akkor utána mutatok valami jó kis Type-O Negatívot, hogy az is meglegyen, hogy mi a cél ma. Tehát azt mondja, hogy tehát ezt nem fogja lehúzni, tehát ugye élőt nem fog lehúzni a Twitch attól, hogy 3 másodpercig nyomatjuk, de ugye erről van szó. És akkor szépen rámegyünk egy olyanra, hogy mondjuk na, szóval ilyet fogunk belőle csinálni, iszonyatosan mélybe húzott énekkel, meg egyéb. Szóval, hát ez a feladat mára. Egyébként meg sziasztok. Láttam, hogy egy csomóan megértetek, és ez jó. Voltunk gyorsan macskakaját vásárolni, meg macskalmat, meg ilyesmi, még épp hogy visszaértünk. Ja, ráadásul egyébként most jó föl is cseszték az agyam még egy telefonhívás a stream előtt 20 perccel, tehát annyira benne vagyunk most ebben a dologban, hogy hihetetlen. Na, először is ugye nem az eredeti tempót fogjuk hozni, mert anyád, hanem még ennél is lehet ez visszafogottabb. Nicolas Cage 57 éves, én azt hittem, hogy több, komolyan mondom, azt hittem, hogy több. Főleg, hát ugye lássuk be, hogy Nicolas Cage utolsó, nem tudom, vagy utóbbi 10-15 éve az, hát hogy is mondjam, inkább a szolid megőrüléstől a teljes meggárgyulásig vezetett, és éppen ez nekem többnek tűnt. Pedig szerintem voltak tök jó filmjei annak idején, aztán meg ez elmúlt. Nagyon. Na, nézzük csak. Azaz. Na most, ja igen, azért benhagyom az eredetit, mert hogy
Azért néha bele kell néznem, hogy... mert ugye annyira nem ismerem én ezt a nótát, és éppen azért bizonyára szükség lesz majd arra, hogy... hogy mégis hol tartunk, hogy mit csinálom. Szóval ma nem volt órám, és LOL közben a teljes stream antológiát végighallgatom a Cyberpunktól, gyakorlatilag dallamtapadásom lett. Hát elnézést kérek, múltkor a cseresznyes csaj feladta a leckét. Jó, hát a Sherry Helmesén az azért viszonylag tényleg a Teacher zeneíros pályafutásnak, hát bizonyos szempontból nézve az alja, bizonyos szempontból a csúcsa, de nem is célom feltétlenül fölül ütni ezt a dolgot. Na, tehát ugye ez a nóta, ez úgy kezdődik, hogy nincs alatta... jó, akkor azt elé rakjuk. És akkor... ja igen, esetleg nem ártana neki megint csak izét adni. Drum mapet adni. Ja, és olyan torzított basszusgitár lesz benne. Jézusom! Azt mondja, hogy mindig elfelejtem, hogy melyik Addictive Drums az, amit tényleg használok, de legyen ez, és akkor... menj innen. Menj innen. Úgy. De ott van rajta a drum map, te szerencsétlen. Ja nem, az editor. Jó. Én vagyok a hülye. Most lesz jó. Szia Bidi, szia, és babkonzerv neked is, meg mindenkinek, aki csak itten van. Ja igen, a üzőt azt leszedjük. Üzőt és címbáliát. 2-3-4 az a bevezetője, ugye? Tehát akkor... nem, akkor egyelkorában. Így. Hardstyle lesz, hogy RMB. Az egyik sem, hála jó Istennek. Tehát azért lássuk be, hogy nem. hanem... Pharrell Williams Happy című borzalmasan guilefos slágeréből csinálunk Type-O negatívot. Szia, Andi! Aha, nem, akkor az... ja, hát akkor megyünk nullától. Beef, ez az. Tehát, kicsit lehet gyorsabb. 115 mondjuk. Jaj, de jó. Így van, Acélos Péter. Charlotte Besenyei 88, köszöntelek az Örültek házában. És akkor azt mondja, hogy... sőt... hogy van? Tehát azt mondja,
Hogy? True to tough, igen. True to tough. Így szaknyelven fogalmazva. Jó, azt mondja. Tehát azt mondja, Biff, ide lesz szíves. Egy... ja, hogy Emmy díjat. Emmy, ha igen, Playgirl Star. Hogy is mondjam, bizonyos részeit Peter Steele munkásságának nem tervezem ma bemutatni. És Pottaster, csodálatos, csodálatos élőlény vagy a második hónapoddal. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, mert ez jó nekem. Ennyire, ennyire önző dolog ez, na. Tehát... Aha, hogy fordítva csináltam? Hát annyira ügyes vagyok. Csessze meg, nem baj. Marha egyszerű. Így megfordítjuk. Mert hogy ugye az vagy. És akkor ez lemegy még egyszer. Azt mondja, folytásnak megmutattam a Cseresznyés Lédit, 2000-es években egy popzene nevelkedett, nagyon bejött neki, aztán egy komolyra vegyük a témát, megmutattam neki, milyen az igazi eredeti bézi muzsika, az nem jött be neki. Hát megtartom, mert jól főz. Oh, nice! Ja, Istenem, ne legyél ilyen, ne legyél ilyen, biztos csodálatos élőlény, a zenei ízlése az meg majd kifejlődik. Ebből azt hiszem 4 van ebből a részben. Vica átlibbent a háttérben? Hát az mindig földobja a streamet. Na, ez ilyen. Igen, egyel eltoljuk, hogy lehessen ezt. Hát a pöp, az végül is tényleg Smoke on the Water. Aztán 4 sor van az elején, tényleg nem is van az eredeti nótát, de néha bele fogok hallgatni. És akkor itt most jön az, hogy... tehát akkor az... Tüp-tüp-ti-tüp-tüp-tirű! Jaj, elcsesztem! Aha, jó. Akkor erre adunk egy olyat, hogy mondjuk kísérje le valami iszonyatosan széjjel cseszett cimbália. Jó, viszont azért nem ennyire ultra hangosan. Ne, ne, úgy. Jó, ügyes bézze. Jó, és akkor mondjuk itt beütünk. Jó, így, és így ugye először most alapokat csinálunk, aztán majd kicsit cizelláljuk, hogy úgy mondjam. Nem. Aha, és akkor ez megy négyszer összesen, de akkor itt kettes üzeikben fogunk dolgozni. Jó, egyelőre jussunk el az első refrénig. Akkor most nézzünk egy hangmagasságot ebből a csodából.
Tüp-tüp-tüp-tüp-tüp. Tessék, tüp-tüp-tüp. Azt mondja, hogy... F-ben vagyunk a nótában? Jó, hát akkor legyünk F-ben. Jó. Eddig csak jó, már csak meg kell emulgálni, és kész. Sosem így gondolkoztam, hogy emulgálok dalokat, de... Annyira megnézem, hogy Acélos Péter Isten nyugosztatja ezt a születendő nótát előadja színpadon mély beleélésre. Én is egyébként. Én nagyon-nagyon örülök, hogy egyszer azért még láttam színpadon, bár akkor is nagyon össze volt rogyva a szegény. De legalább láttam, meg hallottam. Én nagyon-nagyon szeretem az ő, főleg a hangja az borzalmasan, tehát azok a mélyek az valami embertelen, amit ő tudott. Én szerettem azt a teljesen elcseszett humorát is, és egy csomó mindent szeretek a Type-a Negatív-tól, nem mindent, tehát az egy idő után én befordulok attól, de alapvetően szeretem. Na és akkor most van itt a lényeg, hogy eleve egy torzított basszussal kell operálni, mert nehogy már, és erre volt a... mindjárt rá fogok jönni, hogy volt erre egy nagyon jó effekt, ami nem a bassben van, nem, hanem a... Ki fogom találni. Izimix. Köszönöm. Köszönöm, hogy okos vagyok. Na. Oktáver effekt. Ebben nem rakok oktáver effektet, mert itt eleve pincébe leszünk. Hogyha erre még rárakok egy oktávert, akkor följönnek a kínaiak a másik oldalról. De hidd el nekem, hogy olyan kemények leszünk, mint a fagyott kutyaszar. Non 1 vagy non 1, hogy mondják, nem tudom, de szép estét. Hasonlóan voltam a Sentenced, de a Paradise Lost-tal tök király, de hoztam a elég durván befordulós, főleg 10-20 évesen annyira nincs jó hatása az embere. Úristen, a Paradise Lost-nak, én tudom, hogy nagyon-nagyon unorthodox vagyok, de a kedvenc Paradise Lost lemezem a One Second, ami tudom, hogy már ilyen Depeche Mode találkozik a Dark Metallal, de akkor is az csodálatos szerintem. Na, Overdrive basszus. Ah, yes. Sőt, distorted bass, legyünk ennyire brutálisan buta állatok? Jaj! Oké, legyünk. Azért ezt vegyük vissza mondjuk egy -6-ra, mert nagyon hangos lesz a minden is. Jó, és akkor ugye itt van egy nagy szünet, tehát ugye nagy szünet, 15 perc. Jó, ezt magasan fogjuk írni, mert nem hallom. Ez az. Semmi gond, én tökéletesen tudom, hogy mit akarsz elmondani, és értelek negyed mondatokból is. Aha, és akkor ez legyen tititá. Jó. Azt mondja, hogy... Tehát
természetesen az egyen lejjed. De ilyen, tényleg a Félos Petibe lesz énekelme. És akkor itt kell kitalálni, hogy vagyunk tovább. A legjobb oka is a Boss Metal Zone. Nem tudom, mindenki látta, gondolom már, hogy a sok hülye oltás ellenes közölte, hogy megvan az, hogy milyen chipet raknak be az állítólagos védőoltásba, és akkor kiraktak egy izéleti kapcsolási rajzot, amiről kiderült, hogy a Boss Metal Zone torzítónak a kapcsolási rajza. Tudjátok mit, én azt beadatnám magamnak azonnal, sőt egyébként akkor még egy jó izélet, egy jó kórust, meg egy izélet, meg egy reverbet. Ki fog jönni? Ja, és szia mindenkinek közben, aki jött, csak ugye most így megoszlik a figyelmem a különböző dolgok között. Na, akkor most ki kéne valahogy találni, hogy van ennek a... ennek a refrén. Tehát azt mondja... Ugyanaz, mint nálam? Igen? Telefon, mondom. Ja, gondolom ugyanaz, mint nálam. Jaj, az Ice Durst-tag Pentagon akció. Istenem, én nagyon szeretem az Ice Durst, iszonyatosan szeretem, és most sikerült már megint akkorát csalódni az egészbe, hogy hihetetlen. Na. Igen, ezt most tudod ki csinálni? Bocsánatot kérek. Na, azt mondja, hogy... Jó, nem oké, nem aggódok. Tehát azt mondja, azt mondja. Tudom, hogy mindenféle ember van mindenféle közösségben, de tudod, mindig szereti az ember, hogyha az általa kedvelt zenekaroknak a tagjai, meg tehát tudod, akit valami miatt, mit tudom, idolizálsz, vagy valami ilyesmi, szeretnéd, hogyha azok minden tekintetben normálisak lennének, és néha bizony tényleg csalódás tud lenni, amikor rájössz, hogy valaki zsírhülye egyébként. Na, nézzük csak, tehát, hogy akkor most... Because I'm happy. Ez egy csalódás a Szörényi Brody, hát egyébként Sörény Leventéből is, ami lett gyerekek, tehát én az Isten a királyt annak idején nagyon szerettem, az Illést nem vagyok koromból, tehát annyira nem vagyok öreg, hogy nagy Illéses lettem volna bármikor is, de azt mondom, hogy egy fontos lépcsőfok voltak a magyar zene életében, és az, hogy basszus, még mindig őrület van. Én imádom, amikor megőrülsz, jó, de az én máshogy őrülök meg, kérem szépen, máshogy, az én őrületem. Na. Hú, azért ez nagyon mocsokul szól ez a torzított bőgő. Thank you.
Hú, és már van is a fejemben valami, hogy mit fogok e fölé rakni, hogy faszán szóljon. Gyere, tudtam, Bence, tudtam! Aha! Még egy fingot, és helyben vagyunk. Na. Akkor alkossunk először műgitárt, mert először tényleg akkor most gumihangszerrel végighúzom az egészet. Milyen programot használok? Alapvetően egy Cubase-t használok, egy Cubase Elements 9-et most éppen, ami gyakorlatilag egyébként már nem Elements, hanem igazából ez egy normál Cubase 9.5, csak Elements-ről lett annak idején tehát upgrade-elve. Nagyon-nagyon szeretnék egyébként egy új és egy teljes verziós, tehát egy Cubase Pro-t, ami majd egyszer, hogyha majd megint lesz valami jó kis akciójuk. Hú, basszus, jól szól a basszus, bizony. Egyébként igen, egyszer egy Edda átdolgozást tényleg kéne csinálni, és nagyon gondolkozom, hogy valami. Fú, tényleg, azt. Ja, lehet, hogy az lesz a következő, bár vannak még egyébként ötletek a tarsolyba, de ezt elmentem. Úristen, tényleg csinálni valami iszonyatos Edda mashupot. Na, tehát azt mondjam. Jó, akkor csináljunk ide gépgitárt. Instrumentum. Az instrumentum pedig egy kontakt. Jó reggelt kívánok, szépen lassan. Kör X-Files mashup. A kör közepén állok, de az igazságod át van. Jó, én adom. Ráadásul én ugye játszottam annak idején együtt volt Edda tagokkal, pont olyan Edda tagokkal, akik például a kör idején voltak az Eddában. Szóval, tulajdonképpen... Na, csináljunk egy double track stereót. Jó. Lebben a függöny. Ja, a fing miatt? Igen. Finges kőgése való lepezés, az etiket szerint megengedett, bárhová, amikor fikadunk. X-Present 154, nagyon szépen köszönöm a követést. Na most az van, hogy én baromi sokat szoktam köhögni. Ugye a egész egyszerűen ének miatt rohadtul érzékeny a torkom. De állítom nektek, és tessék, szóval állítom nektek, és higgyétek el nekem, hogyha itt adásban köhögök, nem mindegyik alatt bújik meg egy fing. Jó? Ezt most így rendezzük. Semmiképpen nem állítom azt sem, hogy teljesen ártatlan vagyok fing tekintetében. Covid idején most inkább a köhögéslep leszek finggal. Igen, egyébként. Fúj, ide köhögtét állat fing távolna inkább. Ja. Azt mondja, hogy Depi Gitár 01. Segmaszk. Ó, az... Most egy picit túl gondoltam ezt, de nem kéne. Na, igen, mentünk néha. És akkor... Ide viccelünk, az a Native Instruments alatt van a gitárik 6-os. És valami nagyon karcos. Nagyon karcos, nagyon mocskos gitár kell ebbe bele. Pupton. Azt mondja, hogy... Jean-Heuze Metal. És itt lesz valahol a kedvencem, amit én erre rá akarok húzni. Hát vagy a Low Gent, ami önmagában elég tahó. Azért persze ezt is visszaveszik, minusz 6-ra, de ennél egy fokkal talán még van erősebb. Mindjárt meg fogjuk találni, csak már elfelejtettem, hogy melyik az.
pedig valami high-gain-es dolog, de. Na jó, kezdjük elő. Nem a high-gain breeders, tudom. Nem is az ultra heavy, pedig az nagyon jó hangzik egyébként. Ez drone, epikus solo az nem. Nem, gen splitter. Na. Ez egy fokkal jobb, mert ez tompább egyébként. De azért én még egy picit keresek, mert azt hiszem, hogy van egy ennél is mocsibb. Nem a Double Fire Stack, de az is. Pedig, ja, ús, figyeld, milyen tehát amikor elereztem a hangot, nézzek, hogy utána milyen izé marad. Utólag lehet venni a Treble-ből, persze, de annyira jó összeállítások vannak itt, hogy nem nagyon csesztetném. De egyébként azt hiszem, hogy ez a Renfire-es az, amit én keresek. Ez konkrétan a Rammstein egyik gitárosának a Signature soundja. Csak hogy így ilyen magyar dolgokat mondjak. Na, és akkor most az van. Hát majd a szóló hangszín az a szólóhoz jön, tisztelettel. Ja, de hogy miért... Te tök máshol vagyunk, mindegy, jó. Jó nyomom, ügyes vagyok. Most szerintem teljesen tahó módon másolom a izét. A basszus lányt. Basszus lány, ki az? Mert hogy itt most tényleg az a lényeg, hogy iszonyatosan... De ezt miért? És akkor itt ez legyen, ez egy... Ez nem tud lejjebb menni? Ah, na, pont nem. Ah, de kár. Na most ez lehetséges, hogy ez viszont... Itt egy kis variánst behúzunk. És akkor ez itt egy izé lesz, egy ilyen screamer. Tehát figyelj. És ezt is.
a hó. Szeretem. Nem, ez nem kell, ez csúnya így. Ez maradhat itt. Jó. Így. Róna mosóport is neveztek el. Ugye milyen jó nekem? Azt mondja, hogy... Jó, ezzel így nagyjából akkor most az alap megvan. És akkor még egy... Izékel, egy jó kis reflény, amit szintén az alapot azt áthúzzuk a basszusból, mert most azért mégsem azonnal a kifinomultsági Grammy-re akarunk menni itt 2 óra alatt. Na most ez mehet egy oktávval lejjebb. Jó, na, az van, hogy ezzel most az első refrénig megvan a váz, és itt az ideje annak, hogy megnézzük, hogy ez működik-e az énekkel. Ha-ha! És aztán akkor utána egy kicsit még rá fogunk viccelődni, meg ugye a gitárt azt majd egy részét cserélem élő gitárra, és aztán megyünk tovább. Ez kijön SoundCloud, a fixen rongyra hallgatom. Milyen szerencsére SoundCloudot nem lehet rongyra hallgatni. Azt mondja, hogy... Mit akar a bariton Miki? Szia! A nagyon-nagyon Gail Pharrell Williams-féle Happy című dalnak készül egy igen-igen depi feldolgozása, ilyen dark goat, stb. Stílusban. Úgyis, mint Typo Negatív és társai. Jé, itt egy pohár. Miért van itt egy pohár? Nem szoktam pohárba inni. Nem vagyok én pohárba, fingó! Kell akkor nekünk egy ilyen derót, és hogy meg tudod kapni a gitártabját? Hát, hogyha megírom. Ha megírom, akkor igen. Nagyon remélem, hogy lesz rá némi időmagom. Hova tegyem a mit? És miért tegyem a mit? Hogyan? A self-distributingot én is nagyon-nagyon várom Spotify-on, mert azzal azért egy csomó minden könnyebbé válik, például ugye ezeknek is a terjesztése. Na kérem szépen! Úgyni! Na most, ez egy line, és van neki Phantom tápja. Böfögnöm kell. Bocsánat. És akkor ez egy mono BZ-Vox 01. Csik-csak-csöp-csek. Höj, hely, haj. Jó. És most mentek, mert ilyenkor szokott lefagyni. Ja, midibe kimentem, és ott a szerkesztő. Ja, a Sibeliuson van is egyébként, tényleg, akkor milyen igaz? Milyen igaz? Azt mondja, hogy akarok csinálni egy FX trákot, ami mono stereo out, igen, Vox Fox, igen, és a Vox Fox-be bevicceljük a szokásos nektárunkat. Beviccelem az effektbe a nektáromat, érted? És ezt ráadásul ugye átrútoljuk. Most ilyen csúnyákat beszélek, tudom. Hogy beteszem a nektárt és átrútolom a FX csatornát a direktre. Nem finktam, köhögtem. Mielőtt. Jó. Jó, jó, jó. Azt mondja, hogy
Igen, van olyan, hogy rock. Amikor rock. És nézzünk egy ott Amped Edge. Alright. Ez egész jó egyébként erre, de mindjárt nézem, hogy esetleg az Edge Lead. Nem, az keveset ad. Metallic Lead. Ez sok, viszont lehet, hogy a refrénre jó. Ez jó lesz viszont, ez teljesen jó lesz. Ey! Oké, na. Ilyen Európa hangvétel lesz? Nagyon nem! Hogy legyen meg, még egyszer akkor azt mondja, hogy mondjuk... Tehát... Na, tehát, hogy ezt a hangvételt keressük tisztelettel. Na, és akkor most az a lényeg, hogy egyrészt kell egy szöveg. Happy lyrics. És természetesen a happy-t mindenhol depire fogjuk átírni, mielőtt. Ja, ezt leveszem, addig ne torzítson itt nekünk. Azt mondja, hogy lyrics. Ennyi e. Jó. Jó, ezt beírjuk szerintem. Bár jó lesz az itt a interneten is. És kell majd több éneksáv, mert hogy ugye van az a vokál mögött, és akkor közben ugye mondja a szöveget az arc. De először legyünk meg ezzel. Oké. Azt mondja, it might seem crazy what I'm about to say. Since I'm here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the yell, like I don't... Aha, na, hogy van ennek a második része? Tehát azt mondja, hogy... Space. Igen, ez megvan. With the yell, like I don't care, baby, by the way. I don't care, baby, by the way. Oké. Na, ezt én tényleg kb. Ugye a boltba vásárlás közben hallom ezt a nótát, és akkor is gyűlölöm, tehát magyarul fogalmam nincs, hogy mi hogy van benne, néha így bele fog hallgatni, hogy mit is kéne csinálni. Na. It might seem crazy what I'm about to say. Egy kicsit ez még halk, erre még adunk. Oké, jó. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine's here so you can take a break. I'm a hot air balloon. Ugye? Na, nem fingottam mielőtt. Nem vagy az első kettő jó. It might seem crazy what I'm about to say. Tudjátok, mi lesz ebből? Fú, gyerekek, lejjebb viszem. Lejjebb viszem az egészet, mert itt izé, szia drága gibbonom, lejjebb viszem, mert egyszerűen itt az éneket nem lehet leküldeni annyira a pinyóba. Viszont, hogyha ezt lehúzom mondjuk... Na, hova pakoljam én ezt le? Várjál csak. Tehát mondjuk csináljuk azt, hogy ez az egész...
Ez lent van mondjuk... C-ben. Fú, figyelj! Aha, ez így, na ez így elég taraj. És akkor levisszük a basszust is. Na nézzük meg egyben. Már teregetni lehet a gitárúrokra, jaja. Nézd meg. És akkor refrén, hogy szól, azt mondja. Fú, de a pincébe van ez, azt a rohadt életben. Lehet, hogy a gitárom viszont akkor itt följebb fog emelni, mert ez iszonyatos. Köszönöm szépen a követést Vicky G-nek. Egyébként pedig, hogy mi készül, alapvetően én készülök ki, és Pharrell Williams Happy című borzalmasan gál dalának készül egy nagyon zúzda átirata. Mert hogy ez, hogyha ezt fölviszem egy oktávval magasabbra, és köszönöm Mother Quacker a követést, ha ezt fölviszem egyel magasabbra, de a torzított basszusgitár alatta marad, akkor higgyétek el, hogy ez még mély lesz. Azaz. Ó, és Búruska 13-nak is nagyon köszönöm a követést. Na és akkor nézzük meg, hogy ez... Katsumoto Gamingnek is nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a követést. És lehet, hogy a C1, na mondjuk egyel visszaviszem mondjuk D-re az egészet. Szomorú vasárnapot, tehát a durvabb lett a vidám vasárnap. És Green Lemon HD-nak is nagyon szépen köszönjük a követést. Nagyon, nagyon édesek vagytok, hogy ennyien jöttök. Hát milyen jó ez már, nem? Fog-e hörögni is? Jó kérdés, itt... Hát inkább ugye ezt az öblös éneket próbálnám erőltetni, de mindjárt megnézem, hogy ez mit tud. Először is ugye akkor kell megint az a szöveg. Jó, azt mondja, hogy... De lehet, hogy alá, tehát egy második sávban alá megy majd. It might seem crazy what I'm about to say. Ja, csak nem baj, hogyha halljátok az effektezettet, igaz? Igaz. Jó. Majcsima! Clap along if you feel. Clap along if you feel like a da 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 da. Igen, ott azt már egy másik sávra fogom. Ja, felvitelt nyomjam ki a Yetit, igazad van, teljesen igazad van! Igazabbad van, mint hogyha nem lenne. Csináljunk ide egy olyat, hogy normalizálunk, mentünk, és akkor megnézzük, hogy ez mit mond itt nekünk. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine is here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. És
És akkor itt ugye eleve akkor csináljuk azt, hogy duplikáljuk a csatornát. És akkor ez lesz a BZVox 02 depi. Egyszerűen azért, Jakubek D93, üdvözlet és köszönöm a követést, mert hogy itt kell akkor ugye az ellenpontokat fölhúzni, tehát mutatnám is. És akkor addig lenyomom a Yetit. Majd mindig emlékeztessetek, hogy akkor viszont tegyem vissza, hogyha meg nem veszek föl, mert ezt szoktam mindig. Pontosan erre gondoltam, hogy a Because I'm Depit azt rá is fogom hörögni. Sőt, akkor csinálom azt, hogy másolok is egy csatornát még. Yeah. Oké. Okay. Aha, és most fogom újraindítani a Cubase-t. mert hogy amikor ilyen sok csatornát, több csatornát csinálok egymás mögé, akkor meg szokott förmedni, de akkor ezt most kinyírjuk. Jó, és akkor jó, szóba se így, né? És le kellett szednem azt a jó kis képernyő addont, mert összeveszett a Windows frissítéssel. Szóval most ilyen sima folderek vannak komolyan. Vissza fog evokálozni? Ebbe lehet, hogy nem. Ebbe lehet, hogy nem. Viszont már régóta érik egy olyan dolog, amiben ő fog károgni. Még csak nem is hörögni, hanem károgni, gyerekek. Na, az lesz aztán az odabasz.hu. Na, nyom, de hogy nem a turulfasz, hát hogy ne a turulfasz lenne természetesen. Turulfasz egy régóta húzódó projekt, de most már... Ah, oh, visszajött a hang. Na, akkor Yetit kinyírjuk egy kicsit, és akkor ráéneklünk erre. Oh, baby, by the way, because I'm happy. Ott beleköptem, az látszik. Sajnos ugye nincs köpőpárnám, azt is venni kéne. Azt mondja, hogy... Oh, baby, by the way. Szólam, hát én azt sose hagyom ki. Audio normalize is. Normalizoljad meg. Kicsit kipucoljuk. Nem kell az, ahol nem szól semmi, ne legyen zajos. Lajos. Jó. Oksi-popsi. Because I'm deppy. És akkor itt van az, hogy másol. Na, most lesz a deppy 03. És ennek lesz egy hörgje.
Jó. Na, akkor nézzünk rá. Tudjátok mi? Szórakozunk itt. Jó, audio. Normalize. Isten, hogy hallgatnak látná ezt, akkor elsírná magát. És köszönöm szépen Archeo Musicnak a követést. Azt mondja, hogy process egy normalized ide rakok. Így, né. Because I'm deppy. Because I'm deppy. A harmadik, az pedig Because I'm deppy. És aztán majd a végét külön megcsináljuk. Jó, puty, platy, összehúz, így, és akkor ide, és ide, óvatosan ide, meg ide. Jó, és ezt ráadásul akkor kis panorámázzuk egy kicsit, hogy ez menjen mondjuk left húzba, ez menjen right húzba. Tehát ez most. Because I'm deppy. Azt még megcsináljuk, hogy egyszerre legyen vége. Igen, az van túlhúzva. Tehát az szépen. Így, így visszahúzzuk. Figyelj, elküldheted Ferelnek, bár meg fog őrülni tőle, hogy ez ennyire szar, ugye? De hogyha gondolod. Na és akkor igen, ezt kell még megvokálozni, hogy... I'm fucking deppy. I'm fucking deppy. I'm fucking... Jó. I'm fucking... Az lesz a harmadik. I'm fucking deppy. Hát így valahogy. Akkor ezt is pucoljuk meg, mert nagyon randa így. Macska ordít. Mi ordít a macska? Így, né. Jó, és akkor ez. Jó. I'm fucking deppy. Szép lesz. És akkor ugye erre jön a normál szöveg, ami, hát fogalmam sincs, hogy micsoda, de mindjárt itt a súgó.
clap alone if you feel like a room without a roof. Roof. Ez az. Nem azt mondjuk el, hanem erre nyomunk egy mentést. Na. Rossz helyre vesszük. Hosszak kéne hozni. 32-es ütem, itt vagyunk. Akkor szerintem az nem a 32-es, amit keresel, de itt majd még tudom, még vagdalunk. Vagdalt lesz. De ahogy nem ért, fontos, csak az elején legyen meg minden, aztán akkor utána ugye jön a szöszelés. Azt mondja, hogy ez szépen így. Puttyogás. Persze, hogy depinesz, hát mint a szélvész, persze. Na, és akkor most jön mindenki nagy megelégedésére. Yes, ez. Kicsit gyűjtünk nyálat. Égyni. Égyni tisztelettel. Oké, okay, és anyjanak már jó az élet. Örülök. Most visszateszem egy kicsit ezt a mikrofont, mert ez most már ugye elvesztette le hallgató jellegét. Jó. Ja, oda még egyet föl kell rántani a végére. Bár nem. Azért nem fogok még egyet fölrántani ide, mert hogy itt viszont ugye már harmóniák vannak, és azt viszont el fogja cseszni. Tehát itt csak az elején van, és ez szépen rá fog. Lehet majd javaslatom a dupla mixet? Persze, hogy lehet javaslatom, hogy a fenében mindenre én semmihez nem értek az égvilágot. Tehát én örülök, hogyha bármilyen javaslat van. Ezt ide szépen azért valamennyire visszaveszem. Ja nem, ott eleve újra kell énekelni, mert I'm fucking happy, igen. Igazad van? Igazad van, BZ? Ne legyél hülye. Ráadásul ezt visszahozok beatre. Yes, és itt a szépen bele diffundál a normál harmóniába. Yeah. Na. Nézzük meg idáig, hogy mit alkottunk. Pucoljunk kicsit, mert ne szóljon ott bele mindenféle szír meg szar. A szír ugye az a szerzői információs rendszer, a szar a szerzői alkotói rendszer. Mentés, igazad van, lügy! Na kérem szépen, eddig ilyen.
might seem crazy, what I'm about to say. Sunshine's his ear, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm never alone if you feel like a room without a roof. Because I'm never alone if you feel like deafness is the truth. Because I'm never alone if you know what depression is to you. I'm fucking never alone. Ah, jó, idáig ez nagyon fasza. Teljesen jogos, Miki. Az van, hogy én leszettem a hotkey-eket. Többek között azért, hogy csomó hotkey-t használok Cubase-ben is, és volt már, hogy összevesztek, meg egyszer mongúzozás közben is a Discord hát ki összeveszette izével, az OBS hát kivel, és ez nagyon vicces volt. Majd egyszer, hogyha lesz ez a kis sok nyomógombos kis streamelős bassz, akkor azt azon természetesen már egy fokkal okosabban lehet ezt a dolgot kezelni. GJ Beats, hello. Na, nézzük akkor, hogy folytatódik ez a drágalátos nóta. És mert azért valameddig el kéne megjutni. Értelemszerűen valószínűleg nem fogom a teljes nótát megcsinálni, hanem legyenek benne részletek, és aztán, mert olyan szinten monoton ez az eredeti, hogy ez valami embertelen. Azt hiszem, hogy most jön egy teljesen normál, új verszak refrén. Tehát, igen. Igen. Jó, tehát ez még egyszer megismétlő, csak benne van az a jel dolog, amit természetesen hogy fogunk alárakni? Yeah! Yeah! Jaj, de szép lesz! Ó, anyám! Élet a fiatból ilyen hülye. Oké, na, akkor az alapokat egyszerűen most egyelőre csak máslantjuk, mint az állat. Aztán jön a cizella. Hogy te mit csinál? Miért csinálsz olyat? Tehát most másoltalak ki, te szerencsétlen. Még egyszer. Jó? Így. Jó, szokásos Cubase probléma. Igen. Ez se az. Jó, fasza. Szép estét neked is. És azt mondja, hogy egy zeneírós refrén. Hát kérlek. Tapsot majd megoldjuk benne. Bajor Cizel, Jézusom, milyen zene készül? Pharrell Williams Happy című Gail slágerének Dark változata. It's what you wanna do. Aha, jó, itt simán megyünk vissza, akkor hát énekeljünk is, akkor ugye, hát ha már egyszer énekelünk, akkor énekeljünk, ugye. Csinálok egy lehallgatósávot, az a legegyszerűbb. Lehet, hogy megint most fog elszállni a Cubase, de mentettem. Mindjárt megnézzük, hogy... Egy, igen, jó, én itt már ezt nem hallom, lehet, hogy ti még hallottátok, de ugye ilyenkor szépen... Nem, hogy stream. Semmi gond, én is már azért takaréklángon megyek, tehát nyugalom. Béka ül a zsugaron. Újraindítás, már újraindítás, jó nekünk. Inicializáljuk a kubázist. Na, töccsed be!
fog. Érzem, hogy menni fog. Jó, és már szól is, akkor kinyírom a Yeti Mixit. Na. Kettes számú verzag. That's what you wanna do. Veszük innen. No. That's what you wanna do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all that you got, don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Szép. Érzem az érzelmeket. Az érzelmeket érző, érzelmes ember vagyok. Csinálsz? Here come bad news, talking this and that. Here come bad news, talking this and that. És hol van itt a jel egyáltalán az eredetiben? Nézzük ezt meg. Waste your time. Ez ennyi, jó. Tehát. Ez lesz benn mindig. Jaj, Istenem, de nagyon csúnya. Oké, és akkor ezt másolgatjuk, mint szélvészállat. Így is van. Jó, ezt vissza is húzhatjuk ide. Tehát ez most ugye így néz ki, hogy... Here come bad news, talking this and that. Majd a paraszt az a ilyen. Viszont ezért még rádolgozunk egy picit, mutatnám. Here come bad news, talking this and that. Well, give me up. Így. Azt egy kicsit meg is emeljük. Normika. Sok. Yeah, well, give me all that you... Ez az. Ah, de nagyon szép. Yeah. Igen, itt nem tudok olyan jelet csinálni. Tehát most elkezdhetnék visítani, de az inkább paródia lenne. Majd lehet, hogy megnézem, hogy valahol nincs meg ez kihangmintázva. Csak az ének. Yeah. Várjál, mi van akkor, hogyha még azt csináljuk, hogy... Here come bad news, talking this and that. Yeah, well give me all that shit. Yeah. Yeah. Jó.
nagyon-nagyon-nagyon rendben lesz ez tisztelettel. Na, jó. Próbáljuk itt huzigálni, ezt nem látjuk, mit huzigálunk. Huligán! Mit huzigál, huligán? Jó. Na most már teljesen jelgazdagok vagyunk. Give me all that you got, don't hold it back. Yeah. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Yeah. Here's what ki kell szednem, mert nem fog akkor elférni mögötte a Because I'm. Igen, ez, az utolsó jel sem kell. De a Here's Why az elfér. Igaz, hanem ezt kell itt okosan a helyre rakni. Méghozzá így jó. Akkor jó. És akkor mi itt a clap along if you feel. És itt már egy kicsit valószínűleg valamit variálok majd rajta. Here's what is on the if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel. Legyen egy íve, hogy ne ugyanaz legyen a happy kézés itt végig. És akkor azt tudom, hogy itt valami bridge-szerű maraság van, de happy, 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 happy. Na most hát, hogy ezt hogy fogom megcsinálni, ezt még nem tudom. Na nézzük végig eddig, hogy milyen a dolog. Aztán megyünk tovább. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine's is here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. If you feel like a room without a roof, because I'm never alone. If you feel like deafness is the truth, because I'm never alone. If you know what depression is to you, I'm fucking never alone. If you feel like that's what you want. Jó van, jól fölhúzódik. Mekkorák a jelek? Because I'm never.
Na most, ugye a Type-A Negatívban nagyon sok fasza billentyűs rész is volt. Ráadásul ilyen teljesen creepy, hogy hívjákok, ilyen templomi orgonák szétefektezve. Tehát azért, hogy a dolognak legyen egy nagyon fasza íve, ezért be fog kúszni ide. Ágyúj a pankszár! Na most, ami viszont azt kell kitalálni, hogy van-e nekem jóféle orgonyám. Talán a B3 az mintha egy ezért lett volna. Egy orgona, de nem vagyok benne biztos, mindjárt ki fog derülni. A B4 Hammond igen tudom, de nézd csak. Tararara! Na most. Az van, hogy először is visszarakjuk itt a virtuális keyboardát. És ez ráadásul most ilyen magasan kell nekem, tehát ilyen még magasabban. És MyBotont, köszönöm szépen a követést. Na most nézzünk valami nagyon fasza izét. Organ Dark. Lesz ennél még jobb. Ez az. Ezt keressük tisztelettel, ezt. És még rákúrjantunk szépen. Egy delay-t. Egy jóféle stereo delay-t. Na már most. Ezt akarom itt megturbozni. Mégpedig úgy. Ja, be vagyunk szólózva. Oké. Halk lesz így. Alig szól, igen. Adjunk neki akkor Gerőt. Nézzük meg önmagába, ez mennyit tud. Jó, és még midibe is hozzuk fel. Tudom, hogy az most megint favágás iszonyatosan, de... Máskülönben itt ülnénk hajnalig. Azt akartam csinálni, hogy egy oktával feljebb is. Tehát magyarul fölrakom ide is, és. És nézzük meg ezt mixben. Like a room without a room.
Itt ráadásul egy kicsit, itt egy kicsit sok is ezzel. Tehát ezt itt majd visszavesszük. Hogy csináljuk? Úgy csináljuk, hogy ez maradhaton. Viszont itt vissza, ezt már elnyomja az éneket, tehát itt ebbe a részbe izének kell lennie. Ennek visszafogottnak kell lenni. Ja. Ígyni. Ez így szerintem már egész kezelhető. Még sok ez egy a hajsándású össze-vissza van, gyerekek, hát mi van ez össze-vissza? Macska nyíl fogott, Mini? Ja, nincs valami baja? Ja, csak verekednek? Uh-huh. Jó, akkor az szokásos. Minikék, ne üljétek meg egymást, csak... Nem bajtek. Kedvesen évődjetek. Jó, és akkor ezt az egészet, egy picikét még egy ilyen leányfingot lejjebb fogjuk húzni. Ez csak a mirnyau hang, na igen. Csak én már tudom, mi van emögött. Na, ez idáig csodálatos, és most van az, hogy tovább kéne venni a nótával, és fogalmam sincs, hogy mi van benne. Tehát hallgassuk bele, aztán majd csak remélem nem nyomja le tényleg a Teach. Jó, oké. Tehát akkor ezt itt teljes csönd lesz, és... Oké. Itt ilyet fogunk csinálni, hogy... Hogy figyeljetek, tehát alapvetően ugye... Jó, és oda pedig... Ja nem, még ide is jöhet ez. Sőt, egy jó állottam, figyelj, tehát, hogy... Ez az, kell azért egy, jó, még okosan, egy foot close. És egy food splash. Sőt. Meg is van.
Sőt, nem. Máshogy lesz ez. itt is ilyen lesz. Ez az. Azt mondja, hogy... Na! Úristen, ez az nem. És itt. Igen. Itt meg legyen simán az, hogy kap egy ilyet. Ez az. Jó, a legelejére azért mehet egy cimbáleum. És akkor azzal faszán elindul az egész. Na, mert hogy, ugye akkor itt ugye megy a refrénünk. És akkor itt jön a happy, oké. Okay. De jó. Aha! Jó. Na, akkor fejtsük meg a szöveget, és aztán akkor onnantól milyen marha jó lesz a minden. Tehát akkor... Mert hogy ezt is azért kicsit ugye át kell írni. Igen, mencsek. Igazad van. Bring me down. Brings me down. Brings me down. Jó. Úristen, ez még itt a depresszió betetőzése. Jó. Akkor ismét visszamegyek az mikrofonre. Tehát ezt kinyomom. Ezt vissza. Jó. Na, nézzük. Hogy miért midi sávra akartam venni, azt talán ne is kérdezzük, mert hát hülyeség. Oké. Bring me down everything. Bring me... Nem, itt halkabbra állítottuk, ami nem kell itt most. Bring me down. Na most lesz jó. Bring me
down. Everything brings me down. My level's too low. It brings me down. Yeah, all the world can bring me down. Mi volt az, ami annyira belepofázott? World can. A Kennél belefröttyentem saját mikrofonomba. Távolabbról. Bring me down, everything brings me down. My level's too low, it brings me down. Yeah, all the world can bring me down. Ooh, I said. Jó a hangom. Ooh, I said. Jó, és akkor ezt egy kicsit felturbozzuk. Ez csak cigi, és nem vagyok beteg? Nem, beteg vagyok, és nem cigi. Na hát nem vagy, figyelj, érzékenyebb a hangom tényleg sok mindenre. Tudjátok, mindenkinek az érzékeny, amit gyakran használ. Többek között ezért nem vagyok pornószínész. És ez nekem folyamatos. Tehát színpad után, éneklés után például végig hörgöm a mindent. Nem, ez nem betegség, ez kondíció, vagy hogy is mondjam. Tehát ez ilyen van. Cigizni meg kb. Sose cigiztem, tehát elszívtam életembe, én nem tudom, szerintem nincs 10 szál. Beéneklés nem volt megértelemszerűen, mert azért ez nem olyan hangerő meg minden. Tudom, hogy ilyen kös kellett volna, de akkor megöl a szomszéd. Na és akkor erre rámegy egy olyan, hogy... Ooh, I said, bring me down. Everything brings me down. My level's too low, it brings me down. Yeah, all the world can bring me down. Ooh, I said. Nem bak, hanem feature. Pontosan erről van szó, nagy tisztelettel. Itt akkor már. Bring me down, everything brings me down. My level's too low, it brings me down. Aha, és akkor itt kell azt, hogy happy, happy, happy. Sőt, akkor ezt rárakjuk ide a hallgavalgára. Depi, természetesen. Ooh, I said, Depi, bring me down. Everything Depi, brings Depi, me down. Depi. My level's too... Depi, Depi, Depi. Ooh, I said, Depi, bring Depi, me down. Depi. Everything Depi, brings Depi, me down. Depi. My level's too... Ooh, I said, bring me down. Everything brings me down. My level's too low. Zsírci. Zsírci patkányuk. És akkor, oppa, ott elhúztam valamit, ami nem kellett volna. És akkor még alá lesz hörögve természetesen, mielőtt megijednénk, hogy ezt nem tesszük meg. Nyárgyűjtés. Ooh, I said, Depi, bring me down. Everything Depi, brings Depi, me down. Depi. My level's too low. Szép. Ahogy people, neked is. Jó, ezt is felhozzuk akkor szépen a helyére. Bring me down. Everything
visszahozom a refrént, aztán kampó. Én úgy döntöttem. Sőt, nem, itt lehetne egyet szólózni. És mire szólózzunk? It might seem crazy. Semmi refrén témára lehet szólózni. Miért is így csináltuk? Mert alapvetően hülye vagyok. Aha, és akkor ráadásul. A statikusságán dolgozunk. Minden esetre most fogom lenyúlni, vagy nem, még egy nagyon picit akkor éneklünk, és utána gitározunk. Másoltam, mert normális vagyok, vagy mert nem. Most már menni fog. Jó, és akkor ugye még egyszer szépen rá kell. Iron Duck, wait what, eddig barlangban éltem, eddig a lemezek nagyon közel állnak a színemhez, hatalmas meglepetés, hogy itt a Twitch-en. Nagyjából egy évet tolom, de jobb későn, mint ha soha se nem. Szóval, ja, hello, és örülök neki egyébként. Na és akkor itt most már egy ilyen hihetetlen felfokozott refrént kell tolni, 20-58 talán nem ölnek még megérte. Jó helyen vagyunk, igen. És D-Drop, köszönöm szépen a követést, csodálatos élőlény vagy te is, mint mindenki, aki ezt teszi. Ezt mondtam, és nem depinesz, gyerekek, hát hülye vagyok. Még egyszer. És most még itt annyit szeretnék alátenni, hogy nyifog a kis mini. Az is benne lesz a nótában. Oh,
De hát milyen jó lesz mindjárt. Nem, noise gate hülye. Marha! Aha, ott van egy izé, ott van valami belepöfögés, ezt mindjárt megnézzük. Most már visszakapcsolom a beszélős mikrofont. Mert olyan nagyon nem akarok én itt már énekőnyi, ellenben mindjárt gitározva lesz. Jó, ezt beixeljük, ez csodaszép. Nem, hülye. Csak ennek modifáljuk a fade-innyét. Tehát... Jó. Nem értettem, mi a visszhang. Ha-ha-ha. Miért nem szól a orgonya? Urgonya? Burgonya? Újraindítunk. Újraindítunk, mit szóltok? Már megint. Mentettem. Meg ilyenkor még ugye csak az van, hogy elkezdenek dolgok nem szólni. És ilyenkor kell egyet újraindítani. Most már nagyjából elhatároztam, hogy hogy lesz a gépem újrahúzva. Egyre csak szoftveresen, mert nincs pénz ezére. Nincs pénz új hardverre. De legalább egy szép tiszta install lesz. És az egy picit segít majd ebben abban. A magyar reformok működnek. Az egész Bluetooth rezeg a szám alatt. Milyen Bluetooth? Hogy mi? Mit? Milyen Bluetooth? Hogy rezeg? Mi? Na nézzük meg, hogy most szól-e a kis nyű-nyű-nyű-nyű. Nem szól a nyű-nyű-nyű-nyű. Ja, mert... Jézus nyavaja. Hangszóró. Ja, értem. Értelek. Na, én meg itt a szokásos Cubase hiba miatt hallgatott el a B4, de akkor... Jó. Oké. Lenyúlom a gitárokat, vagy gitárot. Semmi, most be tudok menni a gitárért, mert... Vagy oda, de édes vagy... Hát hihetetlenül cuki vagy. Te vagy az én cukim. Nem más, hanem te. Na, akkor egyrészt a Phantom tápra már nincs szükség, mert hogy a éneklést befejezetnek tekintem. Ellenben jön Guitarrero. És milyen jó lesz az? Na. Normál kábel összetekerési módszer megvan, ugye? Tehát, hogy egy normál, és egy ilyen vissza. És akkor van az, hogy nem fog összetekeredni, meg nyavajodni.
mint például ez itt most, de ez itt használat közben nyavajodott meg. És mindig tekerni azt a csodálatos kábelt, tekerni, mert máskülönben egy darab káosz lesz az egész. De régen én csináltam azokat a tutorial videókat, azokért előre is, vagy utólag is elnézést kérek. Tehát én sem dobos, sem gitáros, sem semmi nem vagyok az ég egy adta világon. Viszont ugye nagyon jó cimboráim csinálták a VideoSmart oldalt annak idején, és megkértek arra, hogy ugye az alapvetően felhasználói tartalmakra volt kihegyezve, és megkértek arra, hogy legyek már felhasználó, és csináljak egy-két tartalmat rám, mert hogy ugye csak úgy indul el a platform, hogyha már látják, hogy valami van rajta. És nem a Hard nevű zenekarra doboltam amúgy, nem a Hard nevű zenekarra énekeltem. Egyébként. A dobolni nagyon-nagyon régen doboltam, mármint ilyen úgymond versenyszerűen. Azóta is megőrítek mindenkit, hogyha egy adott próbahelyen kimegy a dobos pisilni, akkor mire visszajön, én már tuti, hogy a dob mögött ülök. De nagyon sokat műtötték a lábamat, még kölyökkorban, és eltiltottak egész konkrétan a dobolástól, amit egyszer valami Bulvár magazin úgy írt meg, hogy eltiltottak a zenéléstől, hát persze, fiam. De igazából tehát tényleg így a folyamatos dobolástól tiltottak el, mert az tényleg nem jó a lábamnak. Ezért nem leszek például az Orbanista Birodalom egyik csodálatos focistája, mert hogy belerugok egy labdába, akkor napokig vérzik a lábam. Na! Blood! Oké! Okay. Bulvár szemüvegben olvastam természetesen. Na! Eltiltak a dob. Figyelj, van ilyen, hogy eltiltanak a dobtól, hát persze nem úgy, hogy most ezért lelőnek, hogyha dobolok, hanem az van, hogy legyek tisztában azzal, hogy tönkreteszem a lábam, hogyha ilyesmit csinálok. Na! Jó. Csináljunk akkor egy gitársávot. Audio track, nem stereo, hanem mono. Depi, BZ, gitár. Mentünk. Hova mentünk? Aztán akkor... Hozzája adjuk a csodálatos Native Instruments gitárig hatot. Focizom olyan jó, mint a válogatott? Hát annál, hidd el, annál még jobban is. Most meg olyan hamis leszek, mint az istennyila. De most ugye soundot keresünk. A sound okán. Soundok, érted? Keresünk valami jó. Lesz itt egy nagyon... Na, és akkor nézzük meg, hogy
Igazából itt a szóló alatt én jöhet akarok csinálni, hogy... Direkt ilyen jó koszosan. Hogy nem lehet, hogy kezemet a gitár. Hát, amennyire én gitározni tudok, nem egy nagy művészet, de akkor lejjebb rakom. Így se látjátok teljesen, de... Na most le akarom a teljesen követni, vagy... Jó, először is hangoljunk, az azért egy... Szia Merlin, szia! Egy hangolás az mindig is sokat segített a gitározáson. Sőt, úristen, most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tahón fogjuk ezt a dolgot csinálni. Nem, hogy most ugye a pincében vagyunk, és éppen ezért úgy döntöttem, hogy lehangolom egy hanggal a gitárt. És ugye ez annyira össze-vissza hangolódik ez a gitár, ez tényleg egy nagyon-nagyon egyszerű gitár. Egyébként lehetséges, hogy... pincében. Verzék alatt is lesz gitározás, igen. Na szóval, hogy itt ugye az van, hogy azt kéne játszani. Yeah.
Ez olyan, amilyen. Nézzük meg. Találunk egy jobb hangot erre. Na, azt mondja, hogy mert hogy itt ez egy picit kilóg, viszont már tudom, hogy melyik lesz az a hang, amit itt be fogunk szerezni, és ezt úgy hívják, hogy azt hiszem, hogy talán ez az, God's Love, ez az. Ami ugye kicsit ilyen Steve Vai-os. És még ráteszünk egy delay-t. Azt mondja, hogy delay, stereo delay, és most mentettem az előbb, de köszi. Jó, ezt szeretjük. Jó, na most ugye kell akkor csinálni még egy gitársávot. Most mentettem egyet, hogyha esetleg elszállna ismét a dolog. Depi BZ Zúz néven. Sőt, lesz még egy gitársáv, mert akarok kis ilyen elektroakusztikus szerűket a izében, a verzékben. Szóval, hogy csináljuk ezt? Csináljuk ezt is izével. Jó, csináljuk gitáriggel, hát ha elbírja még. Azt mondja, hogy... Ismét van megtörtént. A mentés? Persze, többször mentettem. Meg annyi alkalommal mentettem. Jó, és... itt lesz egy olyan, hogy... nem szólok el nekem. Majd akkor fogok még egy kicsit rákeverni, hogyha már a kvázi... tehát, hogy a T-Rex-et ráraktam, mert az teljesen eltolja az arányokat. Low jaunt rhythm, ez kell nekem.
Jó, azt mondja, hogy így, az be van, akkor... Aha, ez lesz, csak meg kell gételni. Csokolomsz! Simán, simán a D-n lent. Dés László. Jó, nem figyeltem, bocsánat, kedves Agábr, hogy mi volt a humorforrás. Bocsánat, mert itt éppen próbálom ezt a dolgot kézben tartani. Mind a gitárt, mind a mindent. Ez az, de szép. Értékelem a punokat, főleg, hogyha a Hannibal a hadvezérük. Ja, és ezt levesszük, ezt szépen levesszük ilyen... Tévedés László. Igen, és hogyha Dés László lehangoltan érkezik a próbára, akkor Cés László, mint tudjuk. Kristóf Stáv 98, köszönöm szépen a követést! Beszartam. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine's his ear, you can take a break. Jó, akkor azt mondja, hogy... Jó, nézzük akkor azt meg, hogy kell nekem még egy gitársáv. Na, kifagysz vagy nem fagysz ki? Kifagysz vagy nem fagysz ki? Azt mondja, hogy így még kell egy ad track, még egy audio track. Depi akku. Akku! Na, egyelőre nem fagytunk ki. És... Ú, fölveszed a gyönyörű nadrágot? Egy rövid nadrágra veszem rá. Jesus fuck, az annyira továbbra is a nadrágok legalja. Tudom, hogy a nadrág az egyébként is alul van, de értjük, miről van szó. Értem, úristen, a szemem. Na, és itt fogunk viszont egy ambient, egy ilyennel kísérletezni. Na, ez itt a lényeg, hogy... Köszik! Ez mi ez? Ez az a tirolia kermikóla izé. Jaj, de jó, oké. Nagyon finom. Igen, fogok is újra hangolni, és
Mondjuk az, a másik az, hogy nagyon, tehát ez direkt egy, hogy hívják, és direkt egy diszonáns hangszín. Tehát látod, ez ezt tudja. Szerintem ezt használtam a Szabi intro, vagy nagyon szeretem ezt a hangszint egyébként. Na, akkor menjünk rá. Most itt szép is. És akkor... Na, a Soulfish szerintem egy fontos dolog. A világ egyik legunalmasabb és legidegesítőbb dolga, de nagyon fontos ahhoz, hogy utána jól kezeld a hangszert, vagy a hangodat, vagy akár egyébként, akár az is, hogy kihald a jó zenéből a jó zenét. That's what you wanna do. Come bad news, talking this and that. Yeah, well, give me all that you got. Don't hold it back. Yeah, well, I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah, no offense to you, don't waste your time. Úgyné. Don't waste your time. Na és akkor ugye az van, hogy bring me down. Itt kell annyi, hogy what do you wanna do? Bring me down. Everything brings me down. My level's too low. It brings me down. Yeah, all the world can bring me down. Ooh, I said, bring me down. Everything brings me down. My level's too low. Kis üveghangokat belefigyeltettem, és így nagyon-nagyon kis finomka lesz. Bring me down, everything. Bring me down. Oké. Na és még a végét kell kitalálni, és aztán egy picit még cizellálunk, és aztán akkor megvagyunk.
azzal fogunk nyitni, mint az elején. Tiff. Igen, lehet, hogy alá teszek majd valami kis szólót egyébként az utolsó refrén alá. Copy és fade out. Egyébként azt is lehet, igen, tulajdonképpen azt is lehet, hogy aha, tényleg ebből csinálhatunk izét. Jó, akkor innen kiszedjük, ami nem kell. Mint a disznó állat, mi? Bár mondjuk nem, az is igaz, hogy itt még nem biztos, hogy nagyon kell szólnia, majd a végén szóljon, ja. Akkor... toljuk ide rá. És ez már szépen ki lesz fédelve a francba. Na. Oké, így. Akkor ez tényleg ki lesz. Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a cheer, drága Charlotte Bezsanyai. 88, mind a 88-otoknak köszönöm. Jó. Oké. És mindjárt akkor nézünk rá egy T-Rexet. Restreamet lehúzzuk egyen lejjebb, mondom, lehúzzuk egyen lejjebb, jó. És akkor ide egy T-Rexet, mint a állat. Szívesen tanulj szólf, így van. Menjetek Mikihez szolfést és zenét és egyebet tanulni, mert ő tudja ezt. Na mindjárt megnézzük, hogy ez akkor most itt egy kicsit meg... megtirexezve, hogy néz ki. I'd seem crazy, what I'm about to say. Sunshine's his ear, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. If you feel like a room without a roof, because I'm...
on a chick. Jó, ez is nagyon szép. Jó. Bring me down, everything brings me down, my level's too low. Who I said? Hopp, kifagytunk? Kifagytunk-e? Na! Szevasz, Cubase! Most jön, amikor mentettünk utoljára kérdéskör, de egyébként szerintem... szerintem mentettünk a végén egészen ügyesen. Igen, az eredeti szöveg van benne, annyi, hogy a Happy-ket kicseréltem Depire. Ennyi. Jó, azért csöndben megjegyzeném, tudok beszélni, Runnek 111, hogy akkor is sokat kifagyám a Cubase, hogyha var ez, meg hogyha a VST-k közül sok a var ez. Ez most egyszerűen csak azért fagy ki, mert szerintem hát legalább egy 2 éve lett fölhúzva a gépre, de inkább 3 ez a verzió, ráadásul mindig régebbi verzió lett upgrade-elve, és éppen ezért ilyenkor aztán iszonyatos összeakadások tudnak lenni, ezért is mondom, hogy sajnos szépen lassan egy nagy levegőt kell vennem, és rászánnom több napot arra, hogy mindent rendesen visszahúzzak a gépre nulláról. Na. Jó, oké. Itt tartottunk, hogy... Jó, na, akkor az van, hogy ezt most szépen kifogjuk rendőrölni. Ja nem, úristen, még pár dolgot meg kell csinálnom. Jesus! Nem szabad tahon dolgozni, hanem legyen tényleg minőségi a munka. Mert hogy, jaj, csak kiszedem a gitárkáblet. Gyere ide, gitárkábel, gyere ide, gitárkábel, gyere ide, mindegy, jó van, jó vagyok, élek még. Egy-két helyen a dobot akarom még megviccelni, hogy teljesen élőszerű legyen, tehát magyarul ne ilyen full másolás szagú legyen az egész. És akkor milyen jó lesz. Na, derótot visszaraktuk a helyére. Tehát, most csak a dobot, mondjuk basszus nézzünk. És ilyeneket gondolt, tehát csak ilyen picit, nézd. Hol vagyunk? Ezt kicsit arrébb raktam, mint én.
és hogy van ez tűf. Ez az, mert így azért mégiscsak fölvezetjük a refrént. Jó, akkor második. Bírjátok még? Mert itt most ez már a pöcsölés része. Így legyen természetes. Na itt irányt csinálunk egy ilyen igazi ízét, ilyen ratatutu, tatatutu. És ezt úgy lehet szépen megcsinálni, hogy aha, ezt mind ki is szedjük. Hogy van? Te püpp. Oda nem kell, cintjű. Ezt figyeljétek, tehát. Simán lehet, igen, hogy átrédelünk majd a végén oda. Még egy körülbelül 5 perc van itt a mindenfélével.
az jó, ez az, az a rész, az fasza. És akkor itt még ezt a refrént egy kicsit baszmánkodtatjuk. Ja nem, az még a szóló alatti rész. Igazad van, mentek. Ott van a videó alatt, találjátok a izét, a Mensch BZ Sound pop-upot. Ó, és itt ez az. Itt csinálunk egy tripletes. Úgy szeretem a tripletes lezárásokat, mutatom, mire gondolok. Tehát... De szeretem. Jó, jó, ez nagyon jó. Autoszép gyakorisájot biztos be lehet állítani valahogy, de azt meg nem... Az még néha el... Tehát néha nem jó. Néha ráment olyan dolgokra, amiket meg nem szeretnék. Ja, és az meg már a vége, ami a lekeverés. Jó! Na, ezt akkor én most szépen kijátszogatom izére. Nincs speciális oka, egyszerűen úgy érzem, hogy ezt egy picit részletesebben kellett megcsinálni. Annyi, most az asztali audio, tehát ezt az audio forrást lenémítom, amíg megy az export, mert utána még a végén a lekeverést azt másba csinálom meg. Azt nem szeretem ezért megcsinálni, ezt nem szeretem Cubase megcsinálni. Azt mondja, hogy BZ... Óristen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, drága Purple the Tentacle, a
ezt a csodálatos Donátot a félistenség nem írja le elég jól. Depi, ennyi. Kért, Depi. Ez lesz a név. Viszont akkor ezt most ez egy wave-ben egyelőre, mert hogy ráadásul egy zsöbb Depi alap legyen megkülönböztetve, ugyanis utána ezt behúzom egy teljesen sima Audacity-be is, és ott fogom lekeverni a végét. És akkor utána egészben meghallgatjuk, és boldogság, szerelem, macskák. És ez melyik pigyó? Ez az a kólaszerű nyavaja, ami... Aha. Voltunk ma izében, bótba, tenni ilyen bécsi nagypárba, és egy olyan... nem akartunk, mindig akarunk ugye jó viszkit is venni, de hát azért most egyelőre még egy picit pénzügyileg óvatosan dolgozunk. Viszont azért mindig igyekszünk valami pici ilyen kis finom, különleges dolgot, ilyesmi, és az a, tényleg az a spár, ahova, tehát jó, járunk egy normál kis spárba, ami itt van a izébe, itt van a sarkon, de most direkt elmentünk macska kajáért, meg minden egyébért, és ott van szemben egy baromi nagy spár. És ott az ilyen, tehát ott van egy csomó ilyen kis különleges cucc, és ez valami ilyen osztrák, ilyen hűdetermelői kóla. Valami ilyesmi egyébként, mint Magyarországon ez a tikkacöcske, amit én állna a szottyat tücsöknek, meg mindenféle ilyesminek mondok, mert mindig elfelejtem, melyik az igazi. Lottyat kabóca. Egyébként a tikkacöcske szerintem tök jó. Bár lenne itt is, akkor tolnám szakmányban. Viszont ez is valami ilyen osztrák, ilyen kis termelői cucc, és tök örülök, hogy ilyeneket is be lehet húzni a nagypárban. A másik meg az egyébként, hogy azért sajnos nem mind felvidéken a kofola az konkrétan, tehát a kofolát az emlékek szépítik meg az, hogy nagyon sokáig csak az volt. És szerény véleményem szerint, de persze mindenki egyen is igyon azt boldogan, amit szeretne, szerény véleményem szerint a kofola szar, de a kofolát azért szeretjük sokan, mert emlék, tehát hogy jaj, hát amikor csak a kofola volt, szerintem a kofola az borzalmas a rossz ízű dolog. Ez viszont nagyon finom, tehát ez tényleg, azt néztem, hogy ezt kóladióból csinálják így konkrétan, tehát nem egy ilyen pancsolt valami, és baromi jó íze van, és nem ez az ilyen édes fos, tehát hogy a kofolában van egy ilyen olyan, mint hogyha a kátrányt telecukroznád, egy ilyen gale, ilyen nagyon édesen kicsit keserű. A szöcske is kóladióból van, így van. És az, amiket meg tényleg így, hát ugye a normál ilyen Coca és Pepsi-nek, annak ismerjük az ízét, nagyüzemi, meg minden, viszont ezek az ilyen kistermelői cuccok, ezek néha annyira ilyen jók tudnak lenni, hogy nem gejl egyáltalán, nem az, hogy összeáll szád után, és még innod kell egy liter vizet, hogy visszaálljon a pH értéken. Nagyon, tök jó. Na. Tikkacöcske plusz egy, ugye? Szottyát tücsök. Na, az van, hogy akkor ezt most itten szépen nem zárom még be, mert még bármi történhet, viszont a Pharrell Williams nyavaját azt most már nagyon bezárom, mert zavar az engem itten a izében. Miért nem záródsz be? Te szerencsétlen, azért mondom. És akkor Auda cíty, most nagyon-nagyon egyszerűek leszünk. És az Auda cígybe jó reggelt kívánok, Total Commander, jó, és oda behúzzuk a most készült alapot. Igen, tök mindegy. Jó. És ezek után visszaadjuk a hangot. Mondom, visszaadjuk a hangot. Why'd she be crazy? What about a day? Jó, és akkor megkeresek a végét, és elkezdjük lekeverni a megfelelő helyen. Azt mondja, hogy
Közelítő, távolító. Jó, ennél előrébb lesz az. Ó, az ennyire? Jó. Igen, először is ezt itt levágjuk. Igen, én is torznak hallom egy kicsit. Túl van, igen, szerintem ez van itt túl vezérelve. Igen. Ez van szarrá vezérelve. Na, és akkor szépen itt csinálunk egy olyat, hogy fade out, és akkor ide egy kis trükk, hogy ide inzertálunk egy kis silence-t, mondjuk a 2 másodperc az teljesen tökéletes, és a végét egy nagyon picit meg fogjuk, azt mondja, hogy reverbezni. És lehalkítani. Yeah. Na, és az van, hogy akkor ez szépen egyrészt így, akkor ezt exportálom egy MP3-ba, hogy ez Depi MP3, így van, mennyi oda ki, majd azt kitöltöm. Na, azt mondom, hogy hallgassunk bele, mindjárt nézzük. Jó. Drága népek, akkor a Depi című dal. Pharrell Williams seg Vilmos előadása helyett az enyémben. Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine's his ear, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. Go in the air like I don't care, baby, by the way. Like a room without a roof. Because I'm
down. My level's too low, it brings me down. Yeah, all the world can bring me down. Ooh, I said, bring me down. Everything brings me down. My level's too low, it brings me down. Yeah, all the world can bring me down. Ooh, I said, Boys, girls, ez volt a Depinóta, és hihetetlen méretű köszönet mindenkinek, amiért részt vett ebben. Most pedig szerintem elmegyünk rédelni, mert nem rédelek le senki előtt, de néha igen. Azt mondja, hogy így ezt áthúzzuk szépen, elindítunk egy Twitch-et, és megnézzük, hogy ki csinál mit. És az előbb mondtátok, hogy a drága Gibbon mesterhez nézzünk be, mindjárt megnézzük, hogy ő miért léptetett ki a Twitch? Azt mondja, kövesd kedvenceidet, de hát vannak kedvenceim, akiket követek. Ez miért hülye a Twitch? Igen, haldok, ez érdekes, mert nekem most, tehát konkrétan nem adja be azokat a, tehát bal sávban nem jelennek meg az éppen. Igen, hiba történt, próbálkoz újra, stb. Ez nagyon fura, mert közben ugye látszik, hogy az én csatornám megy és működik és nézik. Hát mindegy. Megpróbálom én ezt a dolgot. Várjál, most minthogyha... Igen, rákeresni tudok valakire. Jó, megnézzük akkor, hogy tudunk-e rédelni. Szerintem menni fog. És akkor az van, hogy ami biztos, az, hogy fogunk találkozni vasárnap a szokásos viccával kiegészített. Tessék, megint elszállt a Twitch. Mi ez? Nem értem. Na mindegy, Just Twitch Things. Miért van ez? Na, mindegy is, dolgok jók lesznek, és egyszer csak majd. A böngészés sem egy. Figyelj, megpróbálok átrédelni, vagy sikerül, vagy nem, aztán akkor így. Vasárnap biztos, hogy találkozunk este, sajtozunk, hordozunk és beszélgetünk. Aztán az, hogy esetleg pénteken vagy szombaton lesz-e valami ilyen kis játékból belenézős csoda, az még jó kérdés, kicsit ugye az elfoglaltságtól is függ, de meglátjuk. Legyetek jók, és szeressétek fele barátaitokat. Aha, megy a visszaszámláló úgy, hogy nem jelenik meg a raid gomb.
De fura. Hogy ez miért van? Mindegy, én azt mondom, hogy akkor lehet, hogy nem rédelünk most, mert ez a része beszart a Twitchnek. Legyetek jók, találkozunk legkésőbb vasárnap, de lehet, hogy addig is. És köszi, hogy itt voltatok. Mötáj!